Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, önök New Biological Room podcastet láthatnak, hallhatnak ismét, ahol Vince Ferenc a vendégem, akiről most a folytatásban, amiután hallhattuk az előző részben azt, hogy ő hogyan jutott el az új medicináig, most pedig arról fogunk beszélni gyógyulás tekintetében, hogy egyáltalán hogyan lehet különbséget tenni az alternatív gyógymódok és az új medicina között, illetve még ide bele kell hoznunk természetesen a régi orvostudomány, tehát a polgári nevén az egészségügyet, és ebben szeretném Ferinek a meglátását kérni, aki egy nagyon racionálisan, józanul gondolkodó ember, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkinek nagyon közel tudja hozni ezt a témát, mert nagyon sokan gondolkodnak hasonlóan, mint ő, és jönnek az új medicina irányába, hogy egyáltalán mik azok a dolgok az alternatív helyeken, vagy az alternatív gyógymódokban, amelyek buktatók lehetnek, de mi az, ami mégis kinyitja az illetőt, és ugyanez mi az orvos tudományban, mondjuk az új medicina szemszögéből. Feri, mi az első gondolat, ami eszedbe jutna ehhez a gondolathoz, vagy mi az első gondolat, amit elmondanál, amit nagyon fontosnak tartasz? Hát először is talán a legfontosabbnak azt gondolom, hogy leragadni, hogy a természetgyógyászat, vagy az orvostudomány, vagy a új medicina mellett az a legnagyobb hiba, amit egy ember elkövethet. Mert megint azt kell mondanom, racionálisan meg kell vizsgálni mind a három területnek az előnyeit és a hátrányait, és a számunkra legjobb megoldást kell választani, vagy adott esetben egyszerre mind a hármat kell a saját érdekünkben előtérbe helyezni. Tehát itt meg kell különböztetnünk akkor egy olyan embert, aki éppen gyógyulni szeretne, és meg kell különböztetnünk, ha jól értem, egy olyan embert, aki csupán érdeklődik? Egészséges? Nem, én már úgy gondoltam, hogy valakinek már problémája van. Ja. Jó, hát valamilyenek problémája van. És ha úgy gondolja, hogy ő most csak az új medicinával, vagy biológikával fog meggyógyulni, akkor akár egy végzetes hibát is elkövethet. Mert egyrészt kizárni annak a lehetőségét, hogy más dolgokat is figyelembe vegyünk, más dolgokat is felhasználjunk a saját érdekünkbe, ez hiba, úgy gondolom. Tehát először is ugye, ha valaki ismeri a biológikát, vagy új medicinát, ez nem jelenti azt, hogy diagnosztizálni is tudja magát. Ez biztos, hogy nem igaz. Tehát vannak olyan szerveink, amiben több szövet van. Ezt egy diagnózis nélkül nem tudja megállapítani, hogy mondjuk egy vesébe hol van az elváltozás. Tehát nagyon könnyű félremenni. Érzelmi szempontból is ugye a veséknél elég közel állhatnak egymáshoz a konfliktusok. Például. És hát a kezelés sem biztos, hogy mindenki meg tudja csinálni. A legnagyobb baj sokszor az, hogy nagyon sokszor már olyan állapotba kerülnek az emberek, amikor eljutnak erre a szintre, mert már mindenbe megpróbálnak belekapaszkodni, hogy már komoly segítség nélkül nem tudnak kijönni a problémából. De ugyanaz lehet a másik esetben is a probléma, hogy kis problémától is bepánikolhat valaki, és akár olyan módszereket is választhat, amire nem lenne szüksége. Tehát azért mondom, hogy egy pontos diagnosztika az nagyon sokat segíthet, nem csak az orvosoknak, egy biológika konzulensnek is, vagy egy természetgyógyásznak is. Tehát mindenképpen tisztázni kell, hogy mivel állunk szembe.
mer vagdalkozni, akár egy szikével is, az azért elég komoly távoli behatásokat fog okozni. Mi az, ami azt gondolod, hogy ugye most a természet gyógyászatot is tanulsz, és mi az, amit föl tudsz használni belőle, akár saját külön programjaid kifuttatásainál, és mi az, ami már abban is azt mondod, hogy az már egy picit mondhatjuk, hogy esetleg tévút. Van-e egyáltalán ilyen abban? Hát azt nem mondanám, hogy tévút, mert nagyon-nagyon sok esetben az már rengeteget segít egy embernek, ha ő hisz valamibe. Ha hisz abba, hogy ez a dolog őt meg fogja gyógyítani. Tehát mindenképpen egy ilyen lelki segítségnyújtás kell az embereknek. Ezt ugye egy biológikai konzulens is meg tudja adni, vagy egy természetgyógyász, vagy egy orvos is. Tehát mindenképpen segítséget kell kérni komoly probléma esetén. Most én nem egy náthára gondolok, vagy egy ilyen dolgok, olyan dologra, ami ha egy biológikusan gondolkodó ember tudja, hogy na, jó van, itt van egy epileptokrízis, aztán 3 nap múlva ki kell futnia. Most nem erről gondolok, hanem egy komolyabb mondjuk egy daganatról például. Tehát ami mondjuk már fájdalmakat, mechanikai problémákat, pontosan, bevérzéseket okozhat, tehát mondjuk egy nő esetében egy 15 centis petefészek ciszta, az azért van, azt gondolom, hogy egy komoly dolog, tehát hogy... Hát igen, tehát... Főleg minél kisebb egy ember, annál nagyobb egy ciszta, annál nagyobb fájdalmakat okozhat. Tehát van olyan ember, aki a 8 centis cisztát sem bírja elviselni, mondjuk egy 152 centis hölgy. Így igaz, tehát... És az a baj, hogy ilyenkor be is pánikolnak az emberek. Azt pedig tudjuk, hogy egyre több konfliktust fog okozni, és egyre rosszabb helyzetbe kerül. Amit a természetgyógyászat ugye nyújtani tud, az alapvetően, hát egyrészt a megelőzés. Ha egy jó természetgyógyász mondjuk a biológikával is tudja a beszélgetést gyakorlatilag terelni a biológika felé, akkor meg tudja nyugtatni az illetőt. Már az, hogy tudja valaki, hogy természetes folyamatok játszódnak le a szervezetébe, az már egy megnyugvást jelenthet. Az, hogy tudja, hogy mi a kimenete. Az, hogy tudja, hogy mit kell neki igénybe venni, ez már rengeteget segíthet az illetőnek. Viszont azt tapasztalom, hogy, meg azt tapasztaltam, inkább így mondanám, hogy hiába érti meg valaki egy konzultáció alatt, hogy ő neki mi a gondja. Ha utána hazamegy, és kapja a családtól, az ismerősöktől azokat az ingereket, ami ez ellen szól, és tulajdonképpen mondjuk így, hogy pillanatkon belül ki tudják mosni az agyát. Mert ő abban a környezetben sokkal hosszabb ideig tartózkodik, míg a konzuláshoz elmegy, maximum 1 órát másfelet beszélgetnek, és hazamegy. Előbb-utóbb az ott lévő ismeretek, hogy úgy mondjam, devalválódnak. Hát a legtöbb esetben ez valóban alá kell támasztani, hogy ez így van. Ez így van. Ennek van viszont... egy vége, mint konzulensnél nálam is van egy vége, hogy van egy 2 óra, és lehet, hogy lesz következő 2 óra, ha jön, de az a 2 óra még mindig kevesebb, mint az összes többi, amennyit eltölt abban a környezetben, amit most megemlítettél, ami azt mondja, hogy nem így van, kemoterápiára kell mondjuk menni. Uh-huh. Mert ugye itt már, ahogy te mondtad, nem nátháról beszélünk, hanem mondjuk valaki kapott egy nagyon kemény rákos diagnózist, vagy egy nagyon keménynek mondott agresszív tumort például diagnosztizáltak nála, és biopszia is akkor műtét előtt állna éppen, és éppen sugárkezelés előtt állna. Ilyesmire gondolsz egyébként? Igen, ilyesmire is gondolok. Egyrészt a másik dolog az viszont, hogyha mondjuk egy természetgyógyászatnál van, tehát természetgyógyásznál van, akkor ugye ő be tudja vonni
különböző tevékenységekbe az illetőt. Mint például? Mint például mozgás. Tehát mozgás, valamilyen mondjuk távolkezeti mozgásfajta, tai chi, qigong, előadásokra tudja elvinni. Tehát ahol ezeket hallgathatja. Tehát nem csak egy-két óráról van szó, hanem akár nyomon követheti annak a betegségnek a lefolyását is, ez a természetgyógyász. Mert ugye a természetgyógyászatnál tulajdonképpen ez egy kötelező folyamat, ha elmegy a természetgyógyászhoz, és valóban ott akar gyógyulni. Tehát adatlapot kell fölvenni, azt alá kell íratni, és végig kell kísérni az illetőt, ha ő ezt szeretné. Lehet egy olyan provokatív kérdésem, hogy a mai, ha az átlag természetgyógyász világot nézem, ők hogyan állnak az új medicinában? Nyilván hát általánosság, amit kérdezek, és ugye minden ember és minden természetgyógyász más, de azért mégiscsak van egy általános kép, azt gondolom, amit te most jobban ismersz, mint én, és én erre lennék kíváncsi. Én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten el van fogadva. Egyrészt ugye, hogy a Szervatlasz, a Természetgyógyász Szövetség ajánlásával van kiadva egyrészt. Igen, ott van rajta. Ott van rajta. Megmutatjuk a kamerába. Igen. Ugye itt van rajta, Természetgyógyászok Szövetség ajánlásával. Abszolút. Magyar Természetgyógyászok Szövetsége. Így van, ott van. Igen. A másik dolog, hogy én most az életmód tanácsadó és terapeuta képesítést szeretném megszerezni. Tanfolyamot már elvégeztem, majd vizsgálnom kell még belőle. Tehát ennek a tanfolyamnak az anyagában például már benne van a biológika. Igaz, hogy nem egy bő lére eresztve, de megemlítésbe, hogy egyik olyan módszer, ahol a lelki problémákat föl lehet teríteni, és elég pontosan. Tehát el van mondva, hogy az összes, tehát az összes gyakorlatilag megbetegedésnek lelki okozója van, és forduljanak az új medicina felé. Így benne van, mint benne lehetőség. Van. Igen, meg vannak említve más könyvek is, például a léleknyelve a betegség, például ez is meg van említve, tehát azok a szerzők, akik ezzel foglalkoztak. Viszont ugye a tanfolyamon is el volt mondva, hogy még egy ilyen könyvet, ha elővesz valaki, és mondjuk egy pajzsmirigyes problémát megnéz, akkor négy oldalon keresztül okozhatja, hogy milyen lelki problémái lehetnek, és ebből gyakorlatilag, hát nem akarok viccelni, de a rálépett az elefánt a lábujjamra is benne van, meg benne van az is, ami a szervatlanban benne van. A más, igen, tehát igen, hogy tehát nem lehet fontos kiválasztani, hogy valójában mi lehet az ok. Miért? Igen. A másik, hogy ugye nincs benne két szakaszúság, tehát innentől kezdve, tehát nekem is itt van egyébként a könyves polcon, meg a 90-es években már úgy nőttem föl, hogy a polcon lámkacsintott minden nap a Rüdiger Dahlke léleknyelve a betegség című könyv, tehát ez itt van a mai napig, és kíváncsiságból bele szoktam olvasni, és azt gondolom, hogy akkor az egy nagy előrelépés volt, amikor ez a könyv megíródott, de azt gondolom, hogy ma már az öt természettörvény, a biológika, a mögöttem lévő biológika szervatsz, az már 100 000-szer pontosabb, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a kettő összehasonlíthatatlan, tehát amíg az egyik sötétbe tapogatózás, ami egyszer-kétszer betalál a dárctábla, nem közepébe, de majdnem, azt gondolom, hogy a kettő összehasonlíthatatlan az új medicinának a javára, és nem azért, mert versenyeztetni akarom a kettőt, csak ezt én szeretném most a kályhacsőbe elmondani, hogy sokan azt gondolják, hogy ja, ez is egy olyan dolog, ami olyan lelki problémák vannak mögött, de ja, nekem is van egy ilyen könyvem. Hát nem. Tehát, hogyha az illető beleolvas, észre fogja venni, hogy ez tudomány, ez az új orvos tudomány, a másik meg lelki problémákkal foglalkozik csak tényleg, és a kétszakaszúság nincs benne, és nem az öt természettörvény alapján. De akkor viszont ettől függetlenül nagyon becsülöm, akik ilyeneket írtak abban az időben, mert nagyon komoly tudásanyagot kellett összeszedni, hogy valaki ezt leírhassa abban a vastag könyvben egyébként. Na, szóval most ott tartottunk, hogy életmód tanácsadást tanulsz tulajdonképpen. Igen. Milyen okból? Minden mellé. Hát egyrészt az
eddig elmondottakból, tehát hát, hogy tudjál egy egyrészt ember, rájöttem tudjál egy arra, végigvinni egy folyamatba, hogy ugye? Valójában, ha segíteni akarunk az embereknek, nagyon-nagyon sok embernek kevés az, hogy egy konzultáció formájában leül velünk és elbeszélgetünk. És megnézzük a problémáját, föltárjuk, de ezzel még a dolgát nem oldottuk meg. Tulajdonképpen ugye egy konzulens nem is ajánl neki semmit, nem ajánlja neki, hogy menjen orvoshoz vagy természetgyógyászhoz, mert nem ez a feladata. Tehát a biológika az valójában nem gyógyít. Az egy élettani folyamatot ír le, és gyakorlatban milyen lelki megrázkódtatás, mit okozott neki, és ez hogy lehet, azt sem mondanám, hogy hogy lehet megoldani, hogy lejöjjön arról a konfliktusról, ennyit tudunk neki mondani. Az, hogy hogy fog lejátszódni, azt meg tudjuk mondani. De valójában az ő problémáját nem tudjuk megoldani, ha ez a 2 órás elbeszélgetés számára nem elég ahhoz, hogy saját maga kézbe tudja venni a dolgát, és meg tudja oldani. És sajnos az a tapasztalat, hogy legtöbb esetben nem elég. Legtöbb esetben nem elég. Még egy természetgyógyász igenis, tehát hivatalosan, tehát ez a szak, amit én most végzek, az terápiás tanácsot tud adni. Erre egy konzulens nem képes, jogilag sem képes. Egy természetgyógyász viszont igen. Tehát az életmód tanácsadó és terapeuta, amivel a nevében is benne van, terápiát végezhet, ugyanúgy, mint az orvos, természetesen természetgyógyászati eszközökkel. Tehát én úgy gondoltam, hogy a jognak a méregfoga, mondjam így, itt ezzel kihúzva van. Tehát erre is figyelni kell, hogy és így nekem nagyobbak a lehetőségeim, nagyobbak az eszközeim, és ez jogilag mind is nem támogatva. Tehát mind segítőnek. Mind segítőnek, így igaz. Így igaz. És természetesen közben pedig ugye sok olyan dolgot tanul az ember, amit tud használni. Akár pszichológiai területen, akár ugye a mozgás területén, és úgy gondolom, ez nagyon hasznos lehet mindenkinek, aki ezzel a területen van. Egy olyat szeretnék kérdezni tőled, Feri, hogy nagyon sokszor kapom azt a kérdést, hogy hogyan lehet valaki konzulens. Na most, te ugye nem csak konzulens vagy, hanem rengeteg mindent tanultál, és még most is tanulsz mellette, és nem tudom, hova fogja ez magát pontosan kinőni, de biztos vagyok benne, hogy magasra, hogy hogyan lehet valaki konzulens, hogy ugye elsősorban egy konzulensnek magát kell rendben tartani ehhez, ha jól gondolom, de hogyan tartod magadat karban minden szempontból? Mit tudnál ajánlani annak? Tehát a mögöttem lévő anyagnak a pontos megtanulása, az még ahhoz, hogy valaki konzulens legyen, azt gondolom kevés. Hanem mi kell még az életmódjában, ami ehhez nagyon fontos bármilyen szinten? Te erről mit látsz, mit gondolsz? Hát kell hozzá egy stabil háttér. Egyrészt. El kell tudni fogadnia magát. Mindenképpen. Tisztába kell lenni ugye a saját erényeivel és gyengeségeivel is mindenképpen. Tehát semmiképpen sem kell gondolni, hogy ő egy nagy tudással rendelkező ember. Ez mindig csak vakvákányra viszi az ember életét. Viszont amit mindenképpen kell, hogy az emberek iránti szeretetének meg kell lenni. Tehát, és minden konzultáció után úgy kell magát éreznie, hogy tudod segíteni. És ez őt magát föltölti. Mert egy konzultáció az úgy gondolom, hogy az egy kemény próbatétel mindenkinek. Főleg azok... Tessék? Nagyon kemény.
Nagyon kemény, igen. Ez mentálisan is, és hát én úgy gondolom, hogy fizikálisan is eléggé lefárasztja az ember, viszont ha az eredményekben nem tud feltöltődni, akkor gyorsan ott kell hagynia ezt a területet neki. Nagyon gyorsan. Úgyhogy ez az egyik dolog. Másik dolog, amit ki kell hangsúlyoznom, racionálisan kell tudni gondolkodni. Mert sokszor van az, hogyha az illetőhöz eljön valaki, ő gondolhatja a szervatlasz alapján, hogy milyen konfliktus lehet. Az illető el is mondhat 100 konfliktus vagy 1000, de azt is tudni kell, hogy ezek közül helyesen ki kell választani, ami valódi. Hogy azt kell mondani az illetőnek, hogy hát elnézést, de nem jutottunk sehova. Nincs megoldás. Amit ön elmond, az nem okozhatta, mert nincsenek meg a feltételei. Tehát azt mondta, tehát te is nagyon szigorúan ellenőrzöd akkor az 5 feltételt. És nagyon sok mindent ki lehet lőni, hogy ez sem, amíg az illető azt mondaná, hogy de biztos ez volt. Valójában miért mondja, mert vakfoltos, mert menekül az erről a konfliktus elől, vagy miért, vajon miért mond 100 másikat? Erről neked mi a meglátásod? Pont, amit te mondtál. Vakfoltos is menekül a meglátás elől egyrészt, de igazából ezt nem tudatosan teszi, hanem ösztönösen, az agy lezár. És hát igen, tehát itt egy, szoktam mondani, hogy jó nyomozónak kell lenni. Nagyon. Összerakni nagyon. Az apró kis morzsákból a dolgokat. Tehát volt, beszélgettem egy illetővel, és voltak problémái, tehát szembejövő félelmi konfliktus. Volt neki minden, búvár balesetétől kezdve, motorbalesete, minden volt. Mit okozott ez nála, csak a kedves néző kedvéért, a szemből jövő veszélytől? Hát pánikrohamokat. Mert ugye nézők nem biztos, hogy... Igen, pánikrohamokat okozott. És igazából boldog volt, hogy megtaláltuk a búvár balesetet, megtaláltuk a motor balesetet, meg még vagy 3 ilyen komoly problémát, de a végén mindegyikre azt kellett mondanom, hogy nem. Ez nem okozhatta. Se az idők nem stimmelnek, se a körülmények nem stimmelnek. Vessük el őket. És akkor nézzük meg, visszamentünk időszakonként is. Ekkor mi történt? És akkor a fejéhez kapott. Az illetőnek szakterülete volt, nem akarok többet mondani, és olyan kis minimális hibát vétett, hogy az APEC-kel kapcsolatos volt, valami 100 forint eltérés volt valamilyen. De hát mondom, ezért nem büntetik meg. Na de hát nekem ez a szakterületem. Mit szólnak majd az emberek? Rá fognak jönni. És akkor tényező. Mit mondtak? Én szúrtam el, akinek ezt ellenőrizni kellett. Érted? Tehát egy olyan kis, minimális... Ennyivel kisebb dolognak tűnik, de ez volt a DH-s. Ez volt. Igen. Ez volt az, ami okoztatta, és tökéletesen minden kijött. Akkor már minden kapott. Már majdnem befejeztük az egészet is. Tehát azért mondom, hogy igen. És ez csak, bocsánat, majdnem a 2 óra végére derült ki, ugye? Pontosan. A konzultáció utolsó részére. Utolsó perceiben. Búvárbaleset, motor, szituációk, stb. És joggal lehetett volna egyébként kezdőként azt gondolni, hogy persze ez volt, hogy ne, de nem. Nem volt az. És olyan dolog, tehát ugye, amit fejünkbe vertek, hogy ne csinálj koncepciót. Tehát ne te akar megmondani, hogy mi okozta a problémát, mert soha nem tudsz a másik fejével gondolkodni. Ez így van. Nekem ez, hogy 100 forintot, mit bánom én? Jó van, hát 500 forintig úgyse foglalkozik velem senki, érted? El van intézve, két óra múlva el is felejtettem. De nem, ő nem.
hónapokig problémázott rajta. Ilyen érdekes az élet. Voltál már olyan szituációban, hogy olyan valaki jött mondjuk akár csak tanácsot kérni, akár konzultációra, aki jól ismerte az új medicinát, tehát hogy mondjuk azt, hogy nem kezdő szinten, és mondjuk úgy hívott föl, vagy úgy jött be, hogy ő tudja, hogy mi a konfliktusa. Ő tudja, ő biztos benne. Nem, ilyen még nem volt. Csak azért kérdezem, mert hogy nálam sok volt már az ilyen, aki ugye nagyon sok videót hallott már, tehát hogy már tényleg szinte minden konfliktus szervészt szinte tudogatja fejből, tehát jóval előbbre van, mint aki csak most hall róla. És váltig állította, hogy ő tudja, csak hogy visszaigazoljam, hogy mennyire igaz, amit mondasz. És bejött azzal a szobába, hogy ez a konfliktusa, ő tudja. De mondom, ha ez lenne, akkor miért jöttél? És mindannyiszor kisült, hogy valami teljesen máshonnan fújt a szél. Tehát, hogy amit gondolok én magamról, az eddig még magammal kapcsolatban sem úgy volt. Hiába vagyok konzulens. Ez az alól nem mentesít, hogy ugyanúgy vakfoltos vagyok, és azt gondolom, hogy és közben nem. Ez nem ennyire egyértelmű. Tehát, hogyha már konfliktust kell keresni, akkor ott bonyolódik be csak igazán a dolog. Tehát azért kell tűprecízen tudni mindent, hogy mondjuk egy szemből érkező veszélyfélelmi konfliktus, az egyáltalán mi lehet és mi nem, hiszen ezek a dolgok, hogy búvárkodás, hogy motor, ezek mind megtörténtek és a múltban vannak, na de pont a jövővel kapcsolatos kérekbe ide előre csapódik be a szemből érkező veszélyfélelmi konfliktus, az csak egy jövővel kapcsolatos konfliktus lehet, nem pedig a múlttal kapcsolatos. Tehát itt például már innen is ugye ordít a dolog, de mégis mondjuk egy kezdő joggal gondolhatnám, ó, biztos az, mert ugye a felszínen az van, na de nem. Van esetleg még valami ilyesmi eset történet, amit megosztanál? Hát csak egyet tudok veled érteni, tehát konzulensek is gyakorlatilag beleesnek ugyanebbe a hibába, amit te mondasz. Hát ha nálam is probléma van, ugye mondom Katának, feleségemnek, hogy hát nekem ilyen pedig nem történt. És akkor csak ezt mondja, hogy és ez, mondom, tényleg. Tehát egyszerűen lezár az agy. Lezár, és igazság szerint teljesen mindegy, hogy konzulens van vagy nem, akkor is beleesed ugyanezekbe a problémákba. Tehát már magadat is elcsípted akkor ugyanebbe, mint... Hát többször, persze. Hát ez alól nem vagyunk kivételeket. Nem. És velünk is történik az élet, mi is éljük az életet, pontosan ugyanúgy, mint az a kedves hallgató, aki ezt most épp hallgatja, nézi, ugyanúgy velünk is történnek konfliktusok, és ugyanúgy van egy személyiségünk, amivel reagálunk, és van egy lelki világunk, amivel ugyanúgy reagálunk, mint bárki más. Így igaz. Hogy esetleg elvben jobban eltájékozódunk, az igaz, de ettől a gyakorlatban például szükséges, hogy legyen egy biológikusan gondolkodó párja valakinek, tehát hogy keressenek az embereknek maguknak olyan környezetet, amiben tényleg biztonságosan tudnak élni, fejlődni, boldogulni, boldognak lenni és tudatosodni. Így igaz. Tehát, igen, mondjad. Mondjad nyugodtan, mert van benned gondolat. Nem, ugyanezt meg akartam erősíteni, tehát mindenképpen kell egy olyan társaság, amiben az ember jól érzi magát, és tud ezekről a problémákról beszélgetni biológusan. Ez így van. Te magad esetleg elmondanál valami olyat, amin úgy estél át, mondjuk van erről videód, de hogy van-e még valami hozzáfűzni valód, mert kedves nézőknek ajánlom a videóidat, akik esetleg még eddig nem látták volna, Biologika TV-n megtekinthetők, hogy amilyen külön programot úgy futtatták ki saját magadnál, ahol kellett hozzá orvostudomány is, új medicina is, és esetleg természetgyógyászat felé is menned kellett. Volt-e ilyen? Hát ugye azért kérdezem én, hogy a hármat hogy lehet egészségesen ötvözni, hogy a legjobb eredményt kapjuk? Hát gondolom a veseműtétemre gondolsz. Igen is. Igen, tehát igazából akkor én még nem foglalkoztam biológikával, tehát az országban talán
egy ember volt, aki erről hallott, akkor ez 2003-ban történt. Egy ember volt, akkor gyakorlatilag megszabadultam az egyik vesémtől, volt rajta egy vesedaganat. Ugye a befolyó eszközök gyenge mennyisége okozta a dolgot. És a sok kiadás, ugye? A sok kiadás, igen. Tehát a vese mezodermális. Vese mezodermális külön programot futtattam. Ami egy folyó ügyekkel kapcsolatos önértékelési konfliktus, ami lehet folyadék, injekció és akár pénz, ugye azt folyó. Pénz, befolyás, igen. Tehát, aktív szakaszban ugye kedves hallgatóknak sorvad, megoldás utáni szakasz, és egyébként ilyenkor tartós hipertónia, van éjjel-nappal 140/80 feletti ugye a vérnyomás, és a megoldás utáni szakaszban pedig ugye ez az elsorvadt területet feltölti gyakorlatilag ödéma, és így alakulhat ki akár a Wilms tumor, tehát a vesedaganat, a hagyományos vese rák van itt megoldás utáni szakaszban, ami ugye egy megkeményedett ciszta például, vagy a vesedaganat az vizeletet választ ki, a biológiai értelme ugye ekkor nyilvánul meg. Tehát ezt még úgy futtattad ezt a külön programot, hogy nem tudtad, hogy ebben vagy benne, nem. Hanem erre csak utólag láttál rá, ugye, amikor az új medicinát megismerted. Pontosan, tehát mikor megműtöttek utána, föltettem a orvosomnak, aki azóta is hálás vagyok neki, mert nagyon jól csinálta a dolgát, és nagyon jól állt a kérdéshez. Feltettem 3 kérdést, amire egyikre se tudott válaszolni. Miért alakult ki? Hogy lehet az, hogy egy folyadék közepén egy 4 centis daganat úszik? Maga a folyadék az 7 vagy 8 centis volt, már nem tudom pontosan. Lehet-e áttétel? Ez volt a 3 kérdés, mindegyikre becsületesen azt mondta, hogy nem tudom, nem tudom, nem tudom. Na most a első tanfolyam talán második napján, ugye, mezodermális második napján, ugye? Lehetett. Vagy a harmadik napján, mind a 3 válaszra, úgy gondolom, megkaptam a megfelelő megoldást. Úgyhogy egyrészt ugye az, hogy miért alakult ki, amit már elmondtál, tehát meg volt, hogy lehet az, hogy egy vízburok, vagy gyakorlatilag, ami ugye nem vízburok, hanem egy folyadék, egy 4 centis daganat úszik, ugye, ami már elkezdett indurálódni, és hogy lehet-e, vagy nem lehet áttétem. Lehetett volna, ha az orvosom nem úgy állt volna hozzá. Ha nem úgy engedett volna ki a kórházból, hogy ezt már el is felejthetem az egészet, maga innen gyógyultan távozik, és semmilyen további kezelésre nincs szüksége. Megoldottuk a problémáját. Tehát te nem kaptál utána, vagy nem mondták, hogy kemoterápia kellene, vagy sugárkezelés, ilyenről nem volt szó, ugye? Nem is engedték. Azt mondták, hogy nem kell semmi. Idősebb orvosokról van szó. Kicsit másképp gondolkodtak talán. És azt mondták, hogy felejtsek el minden további kezelést. Maga gyógyultan távozik innen. Tudtam, hogy miért nem volt áttétem. Érted? Úgyhogy magyarul, hogyha azt mondták volna, hogy ezután akkor pedig bármi megtörténhet, ez ettől függetlenül terjedhet, akkor lehetett volna, mert mondjuk akkor rákonfliktálódtál volna nagyon könnyen. Pontosan így igaz. Így igaz. Tehát azért is mondom, hogy hálás vagyok az otthon ellátásért. Így van. Tehát... Bocsánat, itt a múltkoriban kaptunk olyan kommentet, mikor igenis meg kell védenem az orvostudományt nagyon sok esetben. Nagyon sok esetben meg kell védenem, mert nagyon sokszor hallok ilyen történeteket, ahol elvégzik sebészi pontossággal azt, amit nekik kell, és valakit gyógyultan mondják, hogy részükről gyógyult. És úgy távozhat. És ezt meg tudom erősíteni, mert az édesanyámmal pont ugyanígy, vesedaganatnál, pont ugyanezt történt, mint ami veled. Tehát bocsánat, mert tudnám mondani a másik részét is, hogy az orvostudomány, kemoterápia, sugárkezelés és egyéb
terápiák, amikkel én nem tudok azonosulni és egyetérteni, mert ölik az emberekből az egészséges sejteket is, és ezt nem tudom aláírni. De ezt azonban, amit most elmondtál, ezt igen, és ezt nekem, mint konzulensnek, és mint magánembernek is reálisan kell látnom. Tehát azért, mert az orvostudomány protokolljával nagyon sok mindenben nem értek egyet, ettől még nem fogom mindig azt mondani, hogy vágni az orvostudományt, vagy bármi, vagy bántani, mert nincs hozzá jogom. Tehát, hogy mindig azt fogom mondani, ami éppen abban a témában, abban a mezőben én igaznak érzem a legjobb tudásom szerint. Tehát, hogy nem bántjuk az orvostudományt, mert igenis ők is emberek, és vannak olyan orvosok, akik mindent a saját tudásuk szerint megtesznek a mai napig mindenkiért egyébként. És óriási felelősség van rájuk téve, amikor egy ember bemegy, eldobja magát, és azt mondja, hogy gyógyítsanak meg. Ez nagyon nagy felelősség egyébként, még akkor is, hogyha ez lehetetlen. Mi az, ami benne gyökeresen megváltozott, amikor megismerted az új medicinát? Mondjuk utólag visszanézve. Vagy mi nem? Inkább akkor így kérdezzem? Hát igen, inkább. Hát igazából, ami gyökeresen megváltozott, gyakorlatilag mondjam azt, hogy az egész gondolatvilágom, az elképzelésem az emberi test működéséről a helyére került. Tehát megértettem, hogy működik, hogy miért vannak az eltérések. Az, hogy mindenből ki lehet jönni, ha jól és megfelelő eszközöket választja ki az ember a gyógyulása érdekében. Tehát nagyon gyakran mondom, hogy az orvosokkal kapcsolatban sokan tévútra mennek. A fürdővízzel együtt a gyereket is ki akarják dobni. Elnézést. Ez igaz. Tehát a biológia is, meg a természetgyógyász is, természetgyógyászat is gyakorlatilag kar nélküli ember lenne. Mert se diagnosztikája, se azokban az esetekben, amikor már itt nem lehet mit tenni, csak az orvos tud valamit csinálni, nem lenne lehetőségünk beavatkozni. Igen, hát van olyan, amikor hozzám is úgy fordulnak, hogy eljönnék konzultációra, és kisül, hogy tulajdonképpen egy olyan műtétet akar elkerülni, ami muszáj. Így igaz. Na most akkor gondoljunk bele abba, egy másik oldalról, ha már biológikusan gondolkodunk, hogy mi van akkor, hogyha egy embernek egy nagy konfliktusa van, annak szerintem van egy másik is, csak éppen még mondjuk aktív. Tehát az egyik megoldás után van. Én biztos vagyok benne, hogy az a megoldás utáni szakasz, hogyha már akkor a probléma, hogy azt tényleg el kell távolítani, de mondjuk ő fél a műtétől, amit megint csak megértek emberileg, ott már van egy másik konfliktus aktív szakasz is valószínűleg. Mi van akkor, ha eljön konzultációra? Mi van akkor, ha túl jól sikerül a konzultáció, és én megoldásba kapcsolom akkor, amikor nem kéne megoldásba kapcsolni? És azt szoktam ilyenkor mondani, hogy még felelőtlenség is lehet ilyenkor konzultálni, menjen, vetesse ki, csináltassa meg, és majd, hogyha akkor is úgy érzi, hogy szeretné megnézni, hogy mi volt a konfliktus, hogy akkor azt nézzük meg, akkor jöjjön. Van ilyen? Tehát nem mindig optimális valakit lehozni egy konfliktusról, mert ott lesz a következő elváltozás. Mi történik? A két vagotóniás szakasz összetalálkozik, és abba hal bele. Ki akarja ezt? Most jó, egy nagyon-nagyon-nagyon direkt, egy nagyon szélsőséges példát mondtam el, de volt már ilyen, hogy azt mondtam, hogy most nem vállalom. Na de miért? Hát kifizetjük. Mondom, ez nem ezen múlik. Nem. Tehát, hogy először csinálja azt, ami az életben logikus. Hogyha valakinek van egy 11 centis daganata, operálják ki. Hát arra nem tudom azt mondani, hogy ne. Főleg, ha fájdalmat okoz, ha veszélyes, ha bevérzést okoz, ha nem tud tőle emészteni, ha nem tud tőle enni. Hát most könyörgöm, miről beszélünk? De ha ezek a problémák nem is jönnek elő, hanem csak megoldásiba kapcsol,
lesz-e annyi energiája, hogy elbontsa azt a daganatot? Na, Valószínűleg nem. Mondjuk egy gyomor daganatot, amit ugye gombáknak lenne hivatott elbontani, valószínűleg nem lesz hozzá annyi energiája. Igen. Nem lesz energiája. Mert az egy nagyon energiaigényes folyamat, egy gombás tuberkulotikus daganat elbontás. És akkor nézzük meg, hogy mennyi antibiotikumot fogyasztott el az adott egyén az életében. Ha rengeteget, akkor annál nehezebb lesz azokat a gombákat előállítani, amik elsajtosodási folyamatot tudnának ott kifutatni, tehát el tudna sajtosodni az a daganat. Tehát, hogy sokszor az van, nem tudom, hogy te összetalálkoztál-e már avval, hogy azért jön biológikushoz, kiderül azt mondatok között, mert ő fél az orvosoktól. Igen, volt ilyen is. És visszatérve az előzőre, nálam is nagyon gyakran volt olyan, hogy jaj, igen, tényleg ezt megoldottunk. Lenne még egy probléma. Mondom, ez az egy megoldás is elég problémát fog okozni önnek, hogy megoldja. Így van, alá tudom. Elmondom neki, hogy lehet, hogy lesz 39 fokos láza. Lehet, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz, majd mikor látja a vérzéseket, akkor is meg fog ijedni, erre is készüljön föl. És bizony azt is meg szoktam mondani, ha milyen állapotba kerül az illető, akkor pedig fogja a telefontól, hívjon egy mentőt. Ez így van. Ez így van. Volt egyszer valaki rám írt egy üzenetet, hogy olyan a szívem valahogy lüktet, olyan lüktető szívtáj fájdalmat érzek, lehet, hogy angina pectoris? Hát mondom, most én ezt honnan tudjam megmondani, az ég áldjon meg. Tehát visszaírtam, hogy ez nem tőlem kell kérdezni, hanem el kell menni kivizsgálásra. Tehát, hogy ez nem így működik, hogy akkor a konzulens, tehát, hogy még mindig megvan az a mechanizmus, hogy a körzeti orvosra akarják cserélni biológika konzulensre. Ez nem így működik. Ez nem így működik. És nagyon sok olyan folyamat van, amit az orvostudomány nem tud, és nem tud benne tanácsot adni, és nagyon sok olyan folyamat van, amit meg én nem tudok, mert soha nem lesz belőlem sebészorvos, és én nem fogok tudni operálni. Maximum lelki szinten, azt elismerem talán, hogy ahhoz értek, de ahhoz, hogy én sebészszikét fogjak, ahhoz nekem újra meg kell születnem, mert ebben az életben már nem hinném. Tehát, hogy és nagyon sokszor bizony az orvostudomány valakit tényleg meg tud menteni, majd utána a konfliktusával foglalkozzunk meg azzal, hogy hol tart ő személyiség vagy tudatszintben. Addig ne, mert ahogy mondod, egy konfliktus bőven elég megoldani valakinek, mert lehet, hogy az is olyan megoldás utáni szakasszal fog járni, hogy 3 hónapig nem fog tudni dolgozni, vagy 2 hónapig nem elég. Tehát, hogy igen. Nagyon jó, hogy ezt így elmondjuk, mert erre szükség van, hogy ezeket elmondjuk, ezeket a gyakorlati példákat, hogy milyen hibákat is lehet elkövetni. Viszont én mindenkinek nagyon ajánlom, hogy azért a biológikát tanulja meg. Az orvosokkal való kommunikáció miatt is. Mert ha egy orvos észreveszi, hogy bizonyos szinten partnerrel áll szembe, teljesen másképp fog viszonyulni. Egyenrangú féllel, tehát pontosan. Nem az, hogy doktor úr, akkor most mi a teendő, úristen, mit csináljunk, jaj Jézusom, hanem azt kérdezem, hogy doktor úr például meg tudnám mondani, hogy milyen szövetem van ez az elváltozás? Ilyet nem nagyon hallanak, szerintem ilyen kérdést. Most csak egy példát mondok. Jelenleg többet ugye... is mondjál. Tehát ezzel kapcsolatban, tehát a szüleimnél kellett orvosi segítséget igénybe venni, és bizony az bocsánat, orvos... ők nem gondolkodnak biológikusan, ugye, ha jól tudom? Nem. Nem. De viszont igen. De nem is volt már olyan lehetőség, hogy itt biológikusan kelljen gondolkodni. Értem. Tehát az állapotuk miatt. Értem. Ki kellett hívni a körzeti orvost, és hát olyan szerencsénk van, hogy hát azt kell mondanom, hogy le a kalappal a körzeti orvosuk előtt, mert nagyon felkészült, nagyon jó tudású, és igen, humánus ember. Tehát leültünk, és megbeszéltük, hogy mi az, amit muszáj, és mi az, amit nem kéne, mert lehet, hogy csak rontana a helyzeten. És a feleségemet is, meg engem is, tehát Katát is, meg engem is partnerként kezelt, megbeszéltük, elmondta, hogy ő mit gondol.
És még azt mondtuk, hogy igen, ezzel mi teljesen egyetértünk. És már az orvosnak is sokkal könnyebb. Mert egyrészt látja, hogy nem csak ő rá van bízva a beteg egyrészt, tehát van partner, aki segít benne. És hál' Istennek még megoldottuk mindig a problémákat. Tehát ezért mondom, hogy egy bizonyos szintű tudás azért elengedhetetlen ahhoz, hogy partnernek vegyék az embereket. Ez így van. Az nagyon sokszor nehézség, előző adásban is, amit Krisztiánnal csináltunk, említettem, hogy az nagyon nagy nehézség, hogy egy ember azt kérdezi tőlem a konzultáción, hogy de most ő hogy utasítsa vissza azt a műtétet, vagy azt a kezelést, mert mondjuk nem lenne szükséges, tehát mondjuk valakinek a manduláját akarják éppen kivenni, amit ugye tudjuk, hogy nem lesz túl sok értelme, hogy arra van-e valami tanácsod esetleg, hogy hogyan utasítsák vissza az emberek partner módon, mondjuk azt egy biológikusan látszólag teljesen értelmetlen beavatkozást. Hogy kell jól azt mondani, hogy ezt nem szeretném? Mert ez nem könnyű azért ott abban a millióban, ahol fehér köppennyiben vannak. Szóval, amikor én is oda képzelem magam, hogy na, vajon én hogy csinálnám, lehet, hogy most itt a szobából könnyű elmondani, de ott abban a közegben azt gondolom, hogy nem annyira könnyű. Őszinte legyek. Te hogy csinálnád? Na, akkor így kérdezem. Nem tudom. Azért nem tudom, mert nem találkoztam még ilyen szituációval. Én most kitalálhatnak bármit, de hát ez mindig az adott helyzet dönti el. Tehát én még mindig olyan helyzetbe kerültem, ahol nekem kellett dönteni. Engem kérdeztek, ők elmondták, hogy mi a lehetőség, de mindig azt mondták, hogy ön dönt. Hát, de mondjuk azt, hogy ez a kevesebb, tehát ez a kisebb, most, hogyha a statisztikát nézem, én ilyenből hallok kevesebbet. Elképzelhető, de azért mondom, hogy én még csak ilyen helyzettel találkoztam. Tehát számomra is kicsit érdekes, hogy ezt mondják az emberek, mert én nem tapasztaltam. Megmondjam, miért találkoztál ebben? Szerintem. Na, mondjad. Azért, mert a személyiségedből fakad. Tehát abból fakad, hogy te is ennyire partnerként kezelsz mindenkit, azt gondolom általában, és meghagyod az embereknek a szabadságát. Na most nem kaphatsz mást, mint ezt. Tehát, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy eljön egy ember a konzultációra, és olyan esetekről számol be, hogy mit él meg az orvostudománnyal, amik abban ott igazak, ő nem hazudik, én viszont szembeállítom vele, hogy ez a személyiségéből adódik. Mert ő egy ilyen személyiség, aki bevonza azokat a helyzeteket, hogy mondjuk kimondatlanul, de valamivel megzsarolják. Mondjuk akkor nem adok táppénzt, ha nem megy el arra a kezelésre. Most csak mondtam valamit. De az állapota már olyan, hogy el kéne menni. Tehát, hogy nagyon, és kiderül, hogy amikor fölteszem a kérdést, hogy jó, rendben van, ebben most valószínűleg teljesen önnek igaza van. Azonban az élet más területén megvesztegethető-e ön? Bármiben, érzelmileg, magánéletben? Ó, hát persze. Hát na de könyörgöm, akkor mit vár? Tehát, hogy ott mindig egy ilyen helyen, ami orvos, amik ilyen nagyobb pontok az életben, ott mindig csak végeredményeket látunk, amit addig halmoztunk föl. Az esetek döntő többségében én ezt látom, és ezt vállalom, ezt a meglátásomat. Tehát, hát igen, sok függ az emberektől, rengeteg függ. Sokkal több, mint azt egyébként gondolnánk. Sokkal több. Hát én ennyit tudok mondani ebben az ügyben, mert én nekem, őszinte legyek, nagyon nem igazán voltak negatív tapasztalataim. Tehát voltam olyan helyen, ahol azt mondták, hogy oly, oda aztán végképp nem, mert az halálgyár. Bementem, és azt mondtam, hogy bármikor ide visszajövök. Mert jók felkészültek, nagyon jó bántak az emberekkel, persze láttam, hogy mások hogy viselkednek. Tehát, hogy mondjam. Na ez az, hogy ennek van egy másik oldala. Másik érm, igen, az éremnek két oldala van. Bizony, és mindig. Ezt hangsúlyozzuk, igen. Hogy mindig. Természetesen biztos van negatív példa is, mert hát
ugye orvosokról beszélünk, egészségügyről, tehát ott se csak kiváló emberek dolgoznak, ott is akad egy-két olyan, aki nem biztos, hogy odavaló, de hol nem. Hát jó, hát ez a kettesen már műtenek című történet, hogy azt nem nézik meg, hogy mondjuk humánusan, van-e olyan humánus ember, hogy emberekkel foglalkozhasson. Uh-huh. Tehát például hallottam olyan esetet, ahol valakit metasztázisokra vizsgáltak, és három orvos meg két nővér ott heherészett a másik szobába, ő fél órát ott feküdt valahol, teljesen reszketett, és nem is foglalkoztak vele mondjuk fél órán keresztül, és ott feküdt félmeztelenül egy teljesen hideg asztalon. És akkor azt gondolom, hogy ez még egy nulla történet, tehát hogy megvan ez az oldal is. Tehát, hogy itt senki ne higgye, hogy én támadom vagy védem az orvostudományt, én az igazat szeretném mindig elmondani, és minden konzultáción azt az oldalt kell képviselnem, ami éppen az adott személyiséget előbbre viszi. Mert lehet, hogy valakit az visz előbbre, hogy most már ne járjon annyit az orvosokhoz, tényleg minden héten, mert nincs értelme, fejezze be, de a másikat meg az visz előbbre, hogy most menjen el erre a vizsgálatra, mert meg kell tudnunk, hogy hol található, melyik szövetem van, és a többi, és a többi. Van amikor, hogy menjen el egy magánrendelésre, hogyha gyorsabb eredményt szeretne, ha van rá anyagi fedezete. Van amikor ez visz előre egy ügyet, meg egy személyiséget. Tehát nem lehet abszolútumot kimondani, ami mindig mindenkire igaz lenne. Én azt gondolom. Teljesen egyetértek. Mi az, ami téged mindig tovább visz? Nyitottságban, hogy nem elég, hogy biológika, fülakupunktúra, hány dologgal foglalkozol, sorold már föl, légy szíves. Hát nagyon szeretek még most is szerelni, javítani, tehát, de hát ez nem ehhez a témához tartozik. Na de ilyen hobbi szinten? Hobbi szinten természetesen, hobbi szinten, gyakorlatilag itthon mindent én csinálok meg. Tehát ha elromlik a mosógép, akkor is én szerelek. Ez nagyon fontos téma, megmondom miért. Azért, mert rengeteg konfliktus származhat abból, ha valaki ezeket nem tudja megcsinálni. Mert amikor véletlenül az illetőnek kevesebb befolyó összeg lesz, mint amennyire szüksége van, és elromlik a mosógép, és nem tud venni 200 ezer forintért, akkor milyen jó, hogy ért hozzá. Tehát, hogy nagyon fontos addig ütni a vasat, amíg meleg, és itt van a jó példa, addig képezni magunkat, ameddig nem muszáj. Ameddig még csak választhatjuk, hogy na, hogy működik az a rádió, amit az előző részben mondtál, hogy mi van a rádió mögött, ami sugározza, hogy működik a mosógép, hogy működik a szekrény, mitől fog az a szekrény ajtó kinyílni, meg megállni. Nagyon fontos dolgok, mert látszólag, hát ez nem ehhez a témához tartozik, de nem lehet elválasztani. Szóval nagyon fontos. Tehát te egy ezen mester típus is vagy. Igen, tehát a mai világban, ha valaki tanulni akar, akkor az interneten bármire lehetősége van. Tehát akár a biológikát az elejétől a végéig meg lehet tanulni úgy, hogy egy forintot nem ad ki rá az illető. Ez biztos. Tehát csak olyan, ő kell hozzá. Csak ő kell hozzá. Csak ő kell hozzá. De gyakorlatilag szinte az élet bármilyen területéről ezt szinte el lehet mondani. Nagyon kevés olyan dolog van, amit nem. Mivel foglalkozol még akkor? Hát Katával együtt csináljuk a kertet, igaz, hogy ő a növényekkel foglalkozik, én meg a többi dologgal, tehát kapálok, na nem kézzel, hál' Istennek, hanem géppel, akkor elvégzem, amiket kell ott, tehát csináljuk a kertet. Nem azért, hogy talán nem tudnánk megvenni a terményeket, de ez biztos, hogy bio. Ez 100%. Ja. Vegyszert nem lát, az biztos. A paprika, a paradicsom, a gyümölcsök gyakorlatilag, ez mind egészséges és jó. Azon kívül fával fűtünk, minket most nem igazán érint a gáz probléma. Itt a jó példa, kérem szépen. Fával fűtünk, egy központi kályhánk van, amivel az összes helységet fűtjük radiátorokkal, vízteres, és a 10 köbméter fát én vágom föl. Géppel is, meg kézzel is hasogatom, tehát ez mindenképpen jó, a embert karba tartja. Mai napig aktívan mozogsz egyébként? Hát próbálkozom, igen.
foglalkozom. Na most én úgy értettem, hogy mivel foglalkozol, tehát hogy soroljuk már fel, hogy természetgyógyászat, tehát igen, hogy szakmai szinten gondoltam, de persze jó, hogy elmondtad a többit is, mert hozzátartozik. Tehát a kettőt nem lehet ennyire elválasztani, mint ahogy szoktuk egyébként. Természetgyógyászat, biológikával kell segítség, biológikával foglalkozok. Ez szeret, hát azon kívül a háztartás. Ami van, az minden. De hosszú távon majd ezzel a kettővel szeretnék foglalkozni komolyabban. Ha leginkább konzultálni szeretnél, vagy akár csoportosan tanítani, vagy mind a kettőt? Mivel pedagógus is vagyok, és ilyen családból származom, nagyon szeretek tanítani. Úgy gondolom, hogy a tanítással több eredményt el lehetne érni. Tehát főleg a megelőzés területén. Ha már csak azt tudják az emberek, hogy nem hajszolják bele magukat plusz konfliktusokba, akkor már sokkal nagyobb az esélyük. És ezt úgy gondolom tanítással lehet legkönnyebben elérni. De természetesen sok embernek kell a konzultáció majd, mert nem lát rá a problémájára. Ahogy mi sem. Ahogy mi sem. Így, nem látunk rá konfliktusainkra egyszerűen. Így igaz. Így igaz. Úgyhogy hát ennyit szerettem volna erről mondani. Még majd a jövővel dönti, hogy mi lesz, meg hogy lesz, mert az igen képlékeny. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Mit tudnál üzenni azoknak, akik most kezdenek érdeklődni? Bármi, de természetgyógyászat iránt, akár fülakupunktúra iránt, akik, megmondom, miért kérdezem. Mert hogy annyi terület felé kinyíltál, aminek a csúcsosodása az új medicina lett, de mégiscsak mész tovább ebből is, hogy a legjobb módon tudjál az emberekhez eljutni és segíteni, hogy aki most nyilván valahol el kell kezdeni, de egy az mindig kevés, tehát ebben a világban is több lábon kell állnunk, mind a magán életünkben, mind a szakmai életben, ugye én is többfelé próbálok orientálódni, hogy minél többféleképpen tudjam az illetőt emelni és segíteni az ő útjába. De hogyha valaki mégis, most azt mondja, hogy rám szakadt ez a világ, hogy van a fizikai szinten túl is egy világ, ami sokkal jobban hat rám, mint azt én gondolom, és mondjuk elkezd most csikungozni, elkezd most pránanadizni, bármit elkezd, hogy orientálódjon mégis sok irányba, de úgy, hogy ne legyen felületes. Te ezt hogyan csináltad, mert hogy ilyen sok irányba érdeklődsz a mai napig, de nagyon mélyen minden irányba, hogy ezt hogyan tegye, hogy mindig egy lépcsőfokkal tovább is menjen, de azzal együtt az előző lépcsőfokot is nagyon mélyen tanulja meg, de ne kerüljön csődlátásba. Na most jó nehezen tettem fel a kérdést, de szerintem érted? Értem a kérdést, én úgy gondolom, hogy mindenképpen tanuljon valamit, fogjon bele, mert mondjam így, hogy nem lőhet félre. Azért nem, mert minden területen fog valami újat tanulni, amit be tud építeni az életébe, ami neki hasznos lesz. De azt gondolom, hogy érezni fogja utána, hogy ez az ő útja, vagy nem ez az ő útja. Ha nem az az ő útja, akkor köszönje meg, hogy ott volt, és lépjen tovább a következő területre, ahol szintén tanulhat újat. És előbb-utóbb meg fogja találni azt, amire azt mondja, hogy na igen, ez az, amit szeretnék csinálni. Ez az, ami az én személyiségemnek megfelelő. És ne engedje soha senki, hogy talán egy erősebb személyiség rányomja a bélyegét az ő útjára. Mert senki nem tudja a másiknak az útját meghatározni, mert nem az a személyiség. Mindenki saját maga válassza meg, hogy mit akar csinálni. Érezni fogja. És csinálja azt. És ha úgy gondolja, hogy hát ez mégsem nekem való, akkor menjen tovább. Ugye egyszerre azt mondtam, hogy a sikeres emberek a tizenvalahányadik útjuk után lettek sikeresek. Bizony, tehát mert akkor találták meg, önmagát, ugye? Akkor találták meg, ami igazán érdekli őt. Úgyhogy sok sikert mindenkinek.
Na, köszönjük szépen, ez legyen akkor a végszó. Vince Ferenc volt a vendégem, nagyon jót beszélgettünk, az a nyugalom, ami egyszerűen árad róla, és az a tanultság, az a, hogy is mondjam, az azt gondolom egyedülálló ez a fajta dolog, ami a Feriről egyértelműen árad. Szerintem ezt a hallgatók is egyértelműen érzik, és érezhették az utóbbi egy órában is. Önök New Biological Room podcastet láthattak és hallhattak. Bordács B. Zoltán voltam, mindenkit szeretettel üdvözlök!